Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják, én Kende Péter vagyok, és természetesen Kardos Péter főrabival fogok beszélgetni, ezúttal is Skype-on keresztül. Üdvözöllek Péter, szerv, jó reggelt! Jó reggelt! Bajban vagyok, nem kicsiben. Ugye nem csak én természetesen. Nekünk, kettőnknek is, most az lenne a kötelességünk, hogy egy nagyon fontos dologról beszélgessünk, ugye Brésit könyvéről, Brésit heti szakaszáról, arról, hogy mindent előről kezdünk, de mindeközben a mindennapok átírják mindezt, mert sokkal inkább arról fogunk beszélgetni szerintem, hogy mi minden történik Izraelben, és ennek milyen következményei vannak. Általános kérdés, és nem frázisként hangzik, te mindezt jelenleg hogy látod, ezt a mostani helyzetet? Hogy nekem egyszerűbb legyen, megpróbálok fekete-fehérbe tenni mindent, hát... és talán lesznek sorstársaim, akiknek ugyanígy egyszerűbb lesz. Persze árnyalva minden példa rossz, ez a kiindulási pont. És miután még egy hét sem telt el azóta, visszaemlékszem, hogy a Sabeszkor maszkír volt. És Kadist mondtunk, és Irmolera Hamimot, és nem is tudtuk, hogy ennyire frissen aktuális Kadis mondás és Irmoli Rahamim még nem volt soha, mint azon a szombaton. Csak később tudtuk meg. Nem beszélve Zuglóról, ahol külön nem hiszem, hogy nem merült fel valakibe, hogy 2016 Simchas Tajróján égett le a zsinagóga, és ez meg az izraeli Simchas Tajró napján történt az egész. De először én két végletet szeretnék mondjuk elutasítani, a demagógiát egyik oldalon. A demagógia, ami fölmerül időnként a mostani hírmagyarázatokban, hogy immár másodszor mond csődöt az izraeli hírszerzés. 50 évet a Jom Kippuri háború idején, és most is. Én azért tartom ezt demagógiának, mert erősen kétlem, hogy ugyanazok dolgoznak a mai hírszerzésbe, ugyanazon a poszton, mint akkor. Tehát ez a hírszerzés azért nem vonható felelősségre, tehát nincs immár másodszor című bekezdés. A másik a ultravallásosoknak, mert megszegték a Sabeszt, ez a legegyszerűbb magyarázat, ez mindig jó, tudnék, mindig vannak, akik megszegik, és bármi rossz történik, megszegték a Sabeszt, kész, nem kell várni. Dolgokat. Ezért történik a baj, mert megszegték a Sabeszt, mondják az ultra... Minden bajnak az az oka, megszegték a Sabeszt. Hát ehhez képest csak egy gyors mondatot engedjél meg nekem, hogy ma reggel ültünk otthon a kávénk mellett a feleségemmel, és az egyik a közösségi oldalon, aminek a nevét ugye nem mondjuk ki, bóklászott, és látott, találkozott egy izraeli oldallal, ahol beszámoltak arról, hogy nagyon sok haszid, ultraortodox, nagyon vallásos érkezett Izraelből Budapestre. És azt mondja, hogy azok a legdöbbenetesebb, nem a hír volt maga, mert hát ha tudnak jönni, akkor jöjjenek természetesen, hanem a kommentek, és most nem a magyar kommentekről beszélek, hanem az izraeli kommentekről, akik azt mondták, hogy tudjátok mit? Haza ne gyertek. Maradjatok ott, ahol vagytok. Rátok így, ilyen formában nincsen szükség. És én szerintem erre is figyelni kell. Na most úgy veszem ki a szavaiból, hogy te ezt elítéled, negatívnak állítod be. Melyiket? Én pedig egyetértek vele. Hogy ne menjenek vissza? Nem az, hogy ne menjenek vissza.
kvázi a patkány a hajóról való menekülés. Persze, nem félreérted. Én is ezt gondolom, én is azt gondolom, hogy egyrészt ez van a kommentek mögött, másrészt meg az van a kommentek mögött, hogy ti, hát fogalmazunk, ultraortodox embereket tömörítő pártok, bekerültetek a kormányba, ami ti dolgotok, de olyan pozíciót kaptatok, ami felelősséget jelent, és sajnos ennek következtében felelősök vagytok azért a helyzetért, ami most kialakult. Pont. Ennyi. És azt olvastam hogy tegnap, hogy ez a Harari nevű ember, aki nagyon sokszor szoktak idézni mindenféle politikai oldalon, ő pontosan azt írta, hogy ez a ultraortodox szemlélet is sajnos vezetett ide, hogy ez a helyzetbe következett. Most tudom, hogy minden hasonlat sántít, az is fog sántítani, amit most mondok. Ahogy a Covid-nak a maga 50 ezer halottjával voltak jó oldalai, és például Zoom-nak az elterjedése, felgyorsítása óriási vívmány volt. Ennek a tragédiának a pozitív lecsapódása Magyarországra vonatkozik. Ha nekem valaki azt mondja két héttel ezelőtt, hogy egy Kessler Gábor, Köves Lomó, Fröhlich Robert, Grósz Andor és a többi neurografi egy helyen, egy platformon fognak szónokolni, prédikálni, hát azt te is tudod, hogy minek neveztük volna őket. Ezt csak kinevettük volna, hogy persze. Ez a hinémá tovú manái, milyen szép és kellemes, amikor testvérek ülnek együtt. Ha nincs ez az ezdernél több áldozat, akkor nem jön létre ez a békesség itt a ellenfelek között. Tehát mindennek a jó oldala is van, mondom sem kell, te ismersz engem, erőszakot kell venni magamon, hogy itt a pozitívokat is mondjak, de ez ténykérdés, gyönyörű fejleménye itt ennek a, aminek tanúbizonyságot tettek nem egyszer, hanem kétszer is, vagy talán többször is, csak arról nem tudok, de kétszer a saját szememmel láttam, ahogy egymás mellett, egymással együtt volt. Azt mondd meg nekem, ugye a mi beszélgetésünk során rendszeresen elhangzott az, ugye, hogy neked már ugye annak okán is, hogy fiatalon már láthattad, olvashattál Izrael állam meg, a modern Izrael megalakulásáról, hogy számodra Izrael, pláne az az Izrael, ahol hosszú ideig nem tudtál eljutni bizonyos politikai okokból kifolyólag, valami egészen különleges helyet foglal el a szívedben, fejedben, lelkedben, hogy ez az Izrael most te szerinted hogy tudja ezt az egészet túlélni egy szempontból, és nem a háborút szeretném nézni, hanem a háború utáni mindennapokat. Tehát én ettől félek, én ettől nagyon tartok, hogy például, oké, most mondok egy hasfeütéses példát, nem biztos, hogy így van, hogy Tel Avivban egymástól 10-20 méterre levő két vendéglős, az egyik arab, a másik zsidó, a legnagyobb barátságban. A legnagyobb barátságban, mert egyik ilyen típusú, másik olyan típusú ételeket szolgált ki, szolgált fel, és ennek mind a kette részei voltak ennek a jó kis izraeli, jó értelembe vett kavalkádnak. Ez lehet, hogy most meg fog szűnni? Nekem egy rosszabb hírem van. Eddig a paradigmaváltást, mint negatív jelenséget említettük, most egy mitoszrombolás történt. Először is, amiről beszéltél, hogy akkor én Izrael, az akkori Izrael, ég és föld különbség az akkori idealizált Izrael és a mai Izrael között. Most így igaz. Okokat hagyjuk, hogy messzire vezetne. De ahogy akkor többen aliáztak idézőjelbe, például Magyarországról
illúziókkal telve, jogosan, és ott meg is találták, bár nem annyira fényesen, mint ahogy elképzelték, de még ma már kétlen, hogy illúziókkal menne bárki, ma már menekültek oda, bármelyik országban, ahol baj volt, pogrom volt, és tehát Izraelbe menekültek. Tehát ma már, hogy mondjam, mitosz változás volt, az eddigi győztes Izrael most már áldozati szerepben bekerült, ami óriási a 75 éves ország életében. Nem igen volt erre példa. Na most egy külpolitikai magyarázat, egy nagyon érdekes dolgot hallottam. Hát ha látják, hogy ilyen könnyen le lehet győzni Izraelt, ugye kicsit elnagyolva, hát minek ezzel félelemből szövetséget kötni? Hát nincs félnivaló tőle. Na kérem szépen, pontosan ezt fejtettem ki a héten hétfőn. Nem vagyok külpolitikai szakértő, szeretném leszögezni, hogy pontosan az a már megkötött Ábrahám egyezmények lazulhatnak föl többek között, mert hiszen azok egy erős Izraelre és a hozzá valamilyen módon közeledni kívánó, szintén nem gyenge arab államok megállapodására épült. Most azt lehet látni, hogy kapott egy hihetetlen nagy pofont Izrael, és akkor fölmerülhet egy csomó emberbe, főleg azokban az arab országokban, amelyeknek a vezetői megkötötték ezeket a megállapodásokat az Ábrahám egyezmény keretében, hiszen megállapodtak ugyan egymással a két ország vezetői, de az emberek fejében nem tudnak még rendet rakni. Tehát ez tök egyértelmű. Na és most jön a legrosszabb még. Ennél már rosszabbat nem fog tudni mondani. Kérek szépen, ahogy az orosz hadseregről az elmúlt két évben kiderült, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja, tehát a világ második legerősebb hadserege mit ér. Most az izraeli hadseregről hasonlóan, hogy úgy mondjam, lefokozza az izraeli hadsereg abszolút tekintélyét. Nehogy Isten őrizzen egy harmadik világ, a NATO országokról derülne ugyanez ki. Én azt remélem, hogy az izraeli hadsereg tekintélye ez továbbra is fennáll. Bocsánat. Még egyszer, azt hiszem rosszul hallottam. Mi áll fent? Jó. Tehát az... Akkor elmondanám, hogy ugye 5.-6. napja szünet nélkül lövik, bombázzák Gázát. És még tegnap is átlőttek Gázából. Akkor hogy van ez a tekintély? Mert hogy azért azt vegyük tudomásul, szerintem, de lehet, hogy én gondolom rosszul, a Földdel nem tehetik egyenlővé Gáza városát. Egyrészt, másrészt... Megint félbeszakítlak. Ez a kopogtató bomba, vagy hogy hívják, igen, amikor előre figyelmezteti. Én ezt már a másik műsorban, amikor még szerepeltem, többször elmondtam, hogy amíg előre értesítik arra, hogy mi bombázni fogunk, ellentétben az, amit ők csinálnak, hogy nem értesítettek előre a Gázáról sem, addig ez így fog menni, mert tudom, ha ők se értesítik el, akkor olyanok lennénk, mint ők. Bizony olyanok kellnek lenni, mint az ellenség, és nem hercigeskedni, viszont a dolgokról most értesül a közvélemény. Holnaptól már nem adják a napi 500 ezer eurót a palesztinoknak. Miért? Eddig adták? Erről se tudtunk. De erről tudtunk. Holnaptól Izrael nem engedi át az amaz segélyeket. Miért eddig átengedték? Tehát most értesülünk arra, és akkor van a kopogtató, hogy előre értesítjük a lakosságot. És az ENSZ, meg az illetve szervek felelősség, még meg se kezdődött az izraeli invázió, már felelősségre vonják Izraelt, nem tehetik meg, hogy ártatlan embereket gyilkoljanak. Amikor a Hamas egy héttel ezelőtt ártatlan embereket gyilkolt, semmi. Ugyanezek a szervek hallgat. Jó, az ENSZ-et ebből a szempontból én meg föl sem említeném, vagy meg sem említeném, mert ez egy egészen másképp működő társaság, most nem tudok szebb kifejezést használni, és igazság szerint
ilyen esetekben semmi más nem jelent ez a szervezet, mint egy gittegyletet. És most nem akarok semmi bántót mondani rá. Számos fontos leágazása van az ENSZ-nek, de amikor így ENSZ így magában róla beszélünk róla, és ilyen nyilatkozatokat tesznek, ez semmi más, mint egy gittegylet. Erről bocsánat, tüntetések és megemlékező istentisztelet. Na már most. Na most, a tüntetések, én nem vagyok szakember, de szerintem azt a célt szolgálják bármilyen témában, hogy levezessék az emberek egy szelep az idegfeszültségüket az adott témában, pedagógusok. Na most voltak tüntetések, volt egy a Jeruzsálem parkban, az volt az első eset, hogy együtt voltak az összes zsidó felekezetek, és volt a Dohány utcában. Na most ugye, hát zsinagógában, szakrális helyen tüntetni nem lehet. Mert az, hogy Shema Israel, az örökkévaló egyetlen egy emellett tüntetni, az nem tüntetésnek hívjuk, az inkább kinyilatkoztatás. Olyan is volt a különbség a kettő között, de a Dohány templomban, ahol majdnem két óra, másfél órát tartott a egy órásra tervezett tüntetés, most hagyjuk, hogy egyetlen beszédet hallottam, ami a témába, hogy úgy mondjam, félretette félig a szakrális helyet, és igenis keményen tüntetőleg fejezte be a beszédét, az országos főrabbi. Zseniális beszéd volt, pláne a többiekéhez képest. Na most itt azért mondom, mert közben a Dohány templom előtt a Herzl téren ténylegesen volt egy tüntetés. Annak méltó ugye néve, felolvasták a elhunytak neveit. Na most, mint túlélő, olvastam olyat is, hogy a holokauszhoz hasonlítják. Tulajdonképpen van némi átfedés, de olyat ugye hallottunk, olvastunk, hogy a SS-ek meg a Gestapo csecsemőket vágott így a falhoz, úgy ölte meg őket, volt ilyen. Az, hogy levágni a fejüket, erre a nácik se voltak, ezt ők se csinálták. Ez egy olyan közel-keleti, nevezzük így unblock, közel-keleti stílus, ami európai szemmel annyiból ér, és hogy mi, akik ilyen állatbarátok vagyunk, és olvasunk, hát ezek kegyetlen állatok, ezek állatok, én kikérném magamnak az állatok nevében, hogy összehasonlítsanak, mert az állat ilyeneket nem csinál, tudni. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ilyen helyzetben, amiben most vagyunk, mondjuk Zuglóban, a péntek este szombat reggel hogy fog eltelni? Mert nyilvánvaló, hogy mindenki ezzel foglalkozik, a háborúval foglalkozik. És te hiába kéred egyszer-kétszer az embereket, hogy most hallgassunk, figyeljünk a liturgiára, nézzük, hogy most mit csinálunk. Közben semmi más nem fog történni, ez nyilvánvaló, arról fognak beszélgetni egymással az emberek, hogy mi történik. Na most, akit a legsúlyosabban sújt, az a lesz a zuglói zsinagóga közönsége, amelyik közel a túlélő korhoz vannak, tehát a 60 és 94 között, tehát bennük ez egy lényegesen negatívabb már idézőjelben, tragikusabb visszhangot kelt ez az esemény, aminek mondom, még egy hete sincs, de hát ez nem lehet jelzővel már ellátni, minden jelző elkopott, szörnyűséges, fiatalokat, csecsemőket, gyermekeket, tuszokat. Hát a tuszok az egy külön fejezet, mert ez az izé, hogy se víz, se gáz, se villany, meg minden, ugye kiderült, hogy ezt is Izrael el tudja fizikailag ítélni, ne legyen. Korábban kellett volna. Preventív. És te miről fogsz beszélni? Fogsz-e beszélni péntek este mondjuk
Brésítheti szakaszáról, és magáról. Hogyne, legalább egy mondat erejéig Hát igen. a heti szakaszról, ugye, mert ez a heti szakasz minden év, és de ekkora tragédia, hogy mondjam, szerencsére ritkább, nem olyan ritkább, ez ami most történt, ez páratlan. Ennyi civil lakos nem esett áldozatul még egyszer se a araboknak, a arab betöréseknek. De, és akkor a beszédet többi része, az meg természetesen a helyzettel fog foglalkozni. Péterkép csak nem gondolt, hogy Bőrésízbe arról fogok beszélni, hogy a hatodik napon Isten megteremtette az ember a saját képmására. Hát már ez pedig... Ez Isten káromlás lenne, ha ezt emelném. Jó, megértettem. Ez a hírulásé. És ez az összefogás, ami volt a Jeruzsálem parkban, és másnap a Dohány utcai zsinagógában. Ez fantasztikus. Ennek legalább egy pici része hogyan tartható fönt mondjuk 3 hónap múlva? Mit kell ahhoz tenni? Én ritkán szoktam jót remélni. Na. Most hadd tegyek kivételt. Nem állhat szerintem már vissza az a viszony, ami volt azelőtt. Tüntetés, lenyúlta a zsinagógát, ez meg ellol, stb. Lehet, ahogy a járvány előtti idők sem tértek vissza, szerintem ez sem térhet vissza, lehetetlen. De reméljük, hogy minél előbb bekövetkezik ez a próba, amiről te beszélsz, tehát minél előbb véget ér a háború, és bizonyíthatjuk, hogy mondjam, nem az, hogy megbántuk, mert akkor egy nagyon is indokoltnak látszott. De a gröztezor kategóriába, hogy mondjam, vigyázzunk, hogy mit teszünk bele. Értettem, értettem. Most már csak a leges, tényleg a leges legutolsó kérdésem az az, hogy ilyenkor neked rabbiként ad is a feladatod, hogy valamilyen módon a hívekbe lelket is öntsél. Tehát oké, hogy a Jeruzsálem parkban látottak, a Dohány utcában látottak, mind a két helyen látottak és hallottak, adnak egy kis pluszt az embernek, de ugye ilyenkor neked péntek este beszélned kell, és nem csak szörnyűségekről kell beszélni, hanem valami lelket is kell, tartást is kell adni az embereknek. Ezt hogy lehet megoldani? Úgy lehet megoldani, amiről beszéltünk, hogy erre fogom a fő hangsúlyt tenni, erről az összefogásról és az ellentétek félre söpréséről. Hát nem lát, ott voltam a Dohányba, fönt ültem, tehát végig láttam, hogy kik ültek ott egymás mellett, egymás mögött. Hát ez nekem, hát ez egy hihetetlen látvány volt, egy abszurd látvány. Hát ez elképzelhetetlen volt eddig, hogy ilyet látni lehet. Úgyhogy én azt remélem, hogy de hát, hogy mondjam, Magyarország meg a magyar zsidóság problémái, meg amiről szó van, ég és föld különbség, reménykedjünk, hogy először is Izrael legyen az egyes számú reményünk célja és célpontja. Még nem tudjuk, hogy végződik. Fogalmunk nincs. Azt már tudjuk, hogy jöhetett létre, tudnék, az a elektronikai, meg a csuda technikák, meg kütyüknek az elhelyezése határon, ez most zárójelben jegyezni meg, hogy vagy az izraeli védekezés gyengült, vagy az arabok fejlődtek ilyen nem. Nagyon technikailag. Nem technikailag. De az jellemző, hogy a mindenféle a legfejlettebb technika csődöt mondott, tudnék, ők kisipari módszerekkel, kézzel átvágott kerítés, bemászás, tehát ők nem ellen elektronikával jöttek be, hanem a legrégebbi ősi módszerekkel játszották ki a különböző megfigyelő dolgokat. Hát erre is oda kell majd figyelnie egy modern hadseregnek, nekünk meg arra kell odafigyelni, hogy hangsúlyozzuk most Magyarországon,
mindenféle hírek jönnek, mennek. Minden hír ellenére, aki csak tud, legyen szíves, menjen el péntek este, szombat reggel délelőtt, valamelyik zsinagógába. Tessék elolvasni, meghallgatni a heti szakaszt, tessék meghallgatni a rabbik beszédét. Az esti és a reggeli Isten tiszteletek előtt és után beszéljük meg mindannyian saját körünkben, hogy mi történik. Legyünk együtt, és ez a legeslegfontosabb. Bocsánat, hogy kiegészítelek, ezt minden héten nem, hogy menjenek el a zsinagógába. Egy szóval kiegészíteném, ezen a héten tüntetőleg menjenek el a zsinagógába. Ezt mondtam az elején, hogy most mindenféleképpen. Köszönöm szépen, Péter, hogy tudtunk beszélgetni. Remélem lesz rövidesen alkalmunk egy kicsivel vidámabb, örömtelibb témáról is beszélni, de azért mindezek ellenére Gut Shabbos, és Shabbat Shalom neked, és természetesen a nézőknek is. Békés szombatot!